Polgármester úr, azt gondolom, hogy méltó emléket állított ma Nyíregyháza Sitku Ernőnek. Fontos volt az emlékezés így egy évvel a halála után? Természetesen, és ez egy nagyon szép gesztus, de ami a gesztus mögött van, tehát Ernő egy nagyszerű ember, nagyszerű sportember, sportvezető volt. Ugye most 22-én lesz egy éve, hogy teljesen váratlanul mindenkit megdöbbentve meghalt, és az ő élete, példamutatása ennyi pozitív dolgot indított el. Tehát ugye lesz egy torna szombaton, és az évenként itt van ez az emlékmű, amit a művész ötlete volt, de utána mindenki csatlakozott hozzá, tehát nem felülről indult ez tulajdonképpen. És hát ami e körül van, e mögött van, nagyon-nagyon fontos, hiszen arról van szó, hogy mennyire értékeljük, mennyire becsüljük meg, mennyire tartjuk fontosnak azokat az értékeket, amit bizonyos emberek képviselnek. Én nagyon-nagyon örülök, nekem polgármesterként nagyon jó érzés, hogy ez így alakult, hogy Nyíregyháza egy ilyen város, hogy számon tartja, fontosnak tartja, és az utókornak is ezzel az emlékmével át kívánja adni ezt a példamutató életpályát. És hát most már a nevét viseli az a kosárlabdaliget is, amelyet ma adtak át. Talán ez áll hozzá a legközelebb. Így van. Az egy nagyon, azt még Szalacsi Árpáddal és Sitku Ernővel megjegyzem, találtuk ki, hogy oda, a Nyéredővel együttműködésbe építettük fel, és ugye én közel lakok a Bújtoshoz, sokat járok arra viszonylag, és örömmel látom mindig, hogy ott mindig játszanak. Az a pálya mindig tele van, és én azt gondolom, hogy ezzel még inkább ez így lesz, és az elnevezés, tehát az Ernőhöz méltó, és a helyhez is, és ez a szellemiséghez is. Tehát minden együtt van, és remélem, hogy ez átmegy a sportba, a kosárlabdába, de azon túl is mindenki számára a városba, és hát a fiatalok meg majd tovább viszik. Azt gondolom, hogy Sitku Ernőnek nem csak a sportpálya futása, hanem az egész élete példaértékű volt. Fontos, hogy emléket állítsunk neki? Igen, nagyon fontos, és nagyon méltóság teljes ez az esemény, és ahogy látjuk az emlékművet, tényleg eszünkbe jut minden, amit eddig is tudtunk Ernőről, és nem csak nekünk kell emlékeznünk, hanem át kell adni azt a munkát, azt az alázatot, amit a sport iránt tett, és tényleg a mindennapokban érzékelhető volt Ernőtől a fiatal generációnak is. Igen, kell tudniuk, hogy kik éltek közöttünk, kik dolgoztak azért, hogy ők sikereket éljenek el, és ezzel is tudjuk őket majd segíteni a jövő generációját, hogy sikereket tudjanak hozni. Úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy egy ilyen eseményen, szomorú is, de egyben felemelő eseményen tudjak részt venni, hiszen itt maradt közöttünk, és hogyha ő felülről lát bennünket, akkor biztos, hogy biztos benne, hogy az a munka, amelyet ő megkezdett és végzett, az folytatódik. Én 1972-ben szálltam le a vonatról a pályaudvaron, a gőzmozdonyról, és 49 éve volt. És nekem a diák éveim, a életemnek a csillagszóros része, diákkorszak, itt játszódott le, és nekem a város igen a szívembe van, én szeretem a Nyíregyházát. Aztán hát én a szobrászkodás végül Sobony megyébe, aztán később Zala megyébe folytattam, és volt évfolyam társak jelezték, hogy meghalt Ernő, és egy nagy idória városnak, és hát kellene egy domborművet készíteni. Ezen kívül még számos szobrot elkészítettem, Sípos Kun kötöny szobrát, akkor a Tatos István tanár úrnak a szobrát, és hát nekem örömteli, kicsit még hazajövök Nyíregyházára, mert mondom, a ifjúságom itt telt el, és ami nagy időtáv, ami még közben jött, olyan semminek, kevésnek tűnik ahhoz képest, hogy eltelt közel 50 év, de nem idegen semmi, és igazából örülök, hogy így a városon ezzel alkotásai segíthettem. Nem titok, itt a megnyitóban mondott egy pár szót, és elmondta, hogy mennyire volt nehéz, illetve mennyire volt könnyű dolgozni mondjuk az Ernő arcának megformálásával. Könnyű volt vele dolgozni, nem is mondtam a beszédembe egyébként, hát ugye 2 méter 8 centi volt.
és én elkészítettem 6x4, azt jelenti, hogy a normál emberi fej méretnek a másfél szeresére. Most a kollégái fölrakták pont olyan magasságra a fejet, hogy 2 méter 8 centi. Tehát a magasság az teljesen autentikus, és hát úgy vagy vele, hogy ő magas ember volt, és magasra tette a lécet nekem egyébként, mert különleges arcformája van, egyedi. De viszont olyan szempontból, hogy annyi fogható karakán rész van, arcalkotó, hogy ha abban egyet-kettőt a szobrász megfog, akkor már az illetőről szól a szobor. És a többi már ilyen cumsumuk mellé, vagy a díszítés, a orszallag, vagy a járomcsont. A nőket nehéz csinálni, a nőknél van domborulat, van homorulat, ezek áthatása mind-mind más, és azon meg kell dolgozni. De mondom, hogyha ilyen karaktereknél, ilyen szilárd, erős jellemű emberekkel dolgozok, emberekről dolgozok, ott az arcon, ott a mimikán, a személyisége, és akkor így könnyű a dolgom. Jó kedvet csináltam Nyíregyházának. Hát akkor azt gondolom, hogy Sitku Ernőt nem lehet elfelejteni, tényleg szó szerint halhatatlan. Most már ez a dombormű is mutatja, de nagyon hiányzik a kosárlabda társadalomból? Én szerintem, aki ismerte, az tudja, hogy valóban pótolhatatlan, és az emléke meg kell, hogy maradjon, ha lehet, akkor örökre. Egy nagyon-nagyon karizmatikus fiatalember volt, nem azért, mert 2 méter 6-8 centi magas volt, azért is, hanem azért, mert a kosárlabda után azt gondolta, hogy a felelőssége a gyerekek képzésében nagyon nagy. A kosárlabda elismertétételében szintén nagyon nagy. Az, hogy a nyíregyházi kosárlabdát neki kötelessége megemelni, az is az ő egyik nagyon tulajdonság volt, és ebből ugye az következett, hogy tudta, hogy ő mennyit kapott a kosárlabdától. A kosárlabdán keresztül lett az, aki. De nem... Azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik kapnak valahonnan valamit, de nem biztos, hogy tudnak vele élni. És nem biztos, hogy utána vissza is akarnak adni. És az Ernő ilyen volt, hogy tudta, hogy honnan mit kapott, és hogy kötelessége visszaadni a kosárlabdának annyit legalább, mint amit kapott. Szerintem már ilyen rövid élete során is lehet mondani, hogy jóval többet adott vissza, mint amennyit kapott. És ez a mai nap is erről szól, túl azon, hogy emlékliget, meg emléktábla és szobor, hogy amit ön mondott, hogy most az a csapat, akit egyébként ő indított el, hogy újra NB1-es legyen, most biztos vagyok benne, hogy a mai napon azért is harcol, hogy Ernő egyéves halálának évfordulóján azért letegye az asztalra azt, hogy Nyíregyházának újra NB1-es csapata van. Aztán vagy sikerül, vagy nem, mert a sport azért tud meglepetéseket okozni, de én biztos vagyok benne, hogy Ernőre Szolnokon, Nyíregyházán, Pesten, Honvédnál és az egész magyar kosárlabda, sőt az egész magyar sport nagyon sokáig emlékezni fog még. Nyíregyházán a külön küldetéshez egyébként, hogy megőrizze ezt az emléket. Tehát ilyen példaképek azért azt gondolom, hogy nem mindennaposak egy város vagy egy ország életében, ezt erre meg büszkének kell, hogy legyünk. A sziluettje egyébként a mai napig ott van a csapatnak a mezén, tehát szó szerint ott van a többiekkel. Talán azért volt még drámaibb a hirtelen halála, mert úgy tűnt, hogy egy elnyűhetetlen emberről van. Szóval 41-2 évesen még a pályán volt, és a fiatalokat megszégyenítő módon harcolt. Hát zsákolt még, tehát 40-valahány évesen még minden további nélkül zsákolt. A másik pedig, hogy soha nem láttuk rajta azt, hogy ő meginogott volna, hogy az egészségével baj lett volna, hogy az akarat erejével problémák lettek volna, tehát soha. Tehát mindig egy ilyen szálfa egyenes, komoly véleménnyel. Nagyon jó volt benne az, hogy konstruktív volt, és a megegyezést az fontosnak tartotta, hogy kompromisszumok árán, ha kell, menjünk előre. És nagyon jó beszélgetésekben voltunk az elnökségben, és hát tényleg soha nem felejtem el, hogy azt az állandó készfeltartást, amikor már majdnem mindennek vége volt, akkor fölrakta a kezét, csak elmondtam mondjuk 426-szor is, hogy a 18 éves válogatottnak mire lenne szüksége, hogyan és miképpen kell a tanulást, a kosárlabdát és a tanulást összeegyeztetni, milyen fizikai képzésről van szó. Már mindenki menni akart haza a negyedik óra után, és akkor az Ernő ajándékként az utolsó percekben ezt mindig konzekvensen elmondta. Én azt gondolom, hogy ahogy ő elment, ez a villámgyors elmenetel, ez az egyik oldalon mondjuk azt hoz, hogy nem betegségben, nem hosszú szenvedésben, a másik oldalon meg ez egy villámcsapásszerű valami volt. És ugye azt is mondja, aztán hogy a járványhelyzet még erre rátesz, hogy mindenki nagyon vigyázzon magára. És a stressz, a belül megélt stressz, az gyilkos. És az Ernő egészen biztos belül élt meg dolgokat, és nem kifele adta ki magából, mindig határtalan nyugalom áradt róla.
Hát szerintem itt Nyíregyházán se látta őt senki kiabálni, vagy fölháborodni, vagy vörös fejjel üvöltözni. Nem. Nyugodt, békés, tudatos fiatal ember volt. Én szerintem nagyon komoly előtt állt volna még a kosárlabdában, a felső vezetői szintben, és biztos vagyok benne, hogy minden tekintetben hely tudott volna állni. Nagyon-nagyon komoly veszteség. Szokták volt mondani, hogy nincs pótolhatatlan. Van. Azt gondolom, hogy van.